A folyosón várt Mizsik Lajos, hogy betolják a műtőbe még október végén. A férfinak 15 éve fájt a térde, 4,5 évet várt arra, hogy végre megoperálják. 2011. február 2-án vettek előjegyzésbe a protézis műtétre, elvileg erre most került. Aki most kerül a várólistára, annak már kevesebbet kell várnia, de még így is évek telhetnek el, mire megműtik. A kormány egy éve indított várólista csökkentési programot, a kórházak tavaly 5 milliárd forintot kaptak, hogy több műtétet végezzenek el. Az egészségbiztosító adatai szerint országszerte még mindig 35 ezeren várnak valamilyen operációra. Az egészségügyi államtitkár az állami televízióban azt mondta, ez annyira kevés, hogy valójában már nincs is várólista. Abban a műtéti körben Magyarországon több mint 180 ezer műtét történik. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben egy 35 ezer szám azt jelenti, hogy igazi, tényleges, valódi várólista Magyarországon nem található. Pedig még mindig több olyan intézmény van, ahol éveket kell várni, holott a cél az lenne, hogy még a nagyobb műtéteket is el tudják fél éven belül végezni. Csípőprotézisre például átlagosan több mint egy évet kell várni, de olyan kórház is van az országban, ahol több mint 3 évet. A szürkehályog műtétekre szintén hosszú a várólista, átlagosan majdnem 5 hónap. A cél itt az, hogy legfeljebb 2-3 hónapot kelljen várni. A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint már a vizsgálatokra is sokat kell várniuk a betegeknek. Nagyon kritikus ez a vizsgálatoknak a várólistája, hiszen ahhoz, hogy sürgős beavatkozás történjen mondjuk egy súlyos betegség esetén, nem lehet hónapokig várni arra, hogy egy CT-t vagy egy emberi vizsgálatot elvégezzenek. Az elnök szerint a fő probléma az, hogy kevés az eszköz és a személyzet, ők pedig túlterheltek. Úgy véli, az lenne a legfontosabb, hogy rendezzék a béreket az egészségügyben, amivel vissza lehetne csábítani orvosokat és nővéreket.